nyitott szertárkapuk, a bajai tűzoltók munkájával ismerkedtek meg az érdeklődők. A szakma kiváló tanulója, idén is remekeltek a szakiskolák tanulói. Jó időben futva jótékonykodnak, hétvégi előzetes. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, április 26-a péntek van, a híradó kezdődik a Bajai Televízióban. Április utolsó heteiben kinyílnak a Bajai Tűzoltóság szertárkapui az érdeklődők előtt, hogy feledhetetlen élmény nyújtsanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Több csoport érkezik naponta a bajai laktanyába, ahol ilyenkor a tűzoltók próbariasztásokon keresztül mutatják be, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket, és azt is elárulják, milyen felszereltségben dolgoznak, hogyan jutnak levegőhöz egy füstös helyiségben. Megérkezik a szirénázó tűzoltó autó a bajai hivatásos tűzoltó parancsnokság épületéhez. Ezúttal azonban ez csak egy szimulációs gyakorlat volt, és a tűzoltókon kívül gyerekek is ültek a járműben. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében csütörtök délután a Sogovica Sportiskolai Általános Iskola harmadik osztályos diákjai érkeztek a laktanyába, hogy megismerkedjenek a tűzoltók munkájával, és kipróbálják a speciális eszközöket. Megtudhatták például azt, hogy 2040 liter levegővel megtöltött palackkal 45 percig tudnak tartózkodni egy füstelteli helyiségben. Ha a tűzoltónak elfogy a levegője a palackból, ugye beszéltük, hogy a hangos figyelmeztető az jelt ad arra, hogy a tűzoltónak el kell hagyni a helységet. A gyerekek érdeklődve hallgatták az előadást, és azt mondták, számtalan új információval gazdagodtak a programon. Jó volt, és kíváncsi voltam rá. Miért? Mire voltál kíváncsi? Hogy néz ki a tűzoltó autója, meg hogy öltöznek fel, hány perc alatt. A harmadikos diákok a tűzoltó autón kívül a speciális ruhákat, eszközöket találták különösen érdekesnek. Nagyon tetszett, azért mert egy csomó dolgot megtanultam, például a vegyi ruhára. Azt hittem, hogy nukleáris védelmi ruha, de nem, mert vegyi védelmi ruha. A több éve nagy népszerűségnek örvendő program nem titkolt célja az, hogy közelebb hozza egymáshoz a civileket és a tűzoltókat azáltal, hogy az érdeklődők betekintést nyerhetnek a laktanyában zajló mindennapokba. A nyitott szertárkapuk elnevezésű programra 100-120 fő érkezik a 152 éves bajai tűzoltóságra naponta. Tájékoztatott Kocsis László, a bajai hivatásos tűzoltóparancsnokság tűzoltó alezredese. Minden évben hagyományosan megszoktuk rendezni ezt a nyitott szertár akciónkat, amikor is várjuk szeretettel a gyerekeket, akár felnőtteket, kisiskolásokat, óvodásokat ide a laktanyába, illetve családokat, civileket is, aki érdeklődik itt a tűzoltók munkája iránt, és ezen a nyitott szertár akción beszoktuk mutatni a gyerekeknek, felnőtteknek, a tűzoltóknak a felszerelését, beszélünk a munkánkról, meg tudják nézni az autókat. A bajai és a nagybaracski őrs tartozik a parancsnoksághoz, ahol összesen 82 fő dolgozik. A tűzoltók 700 esethez vonulnak évente. Munkájuk kétharmadát műszaki mentések teszik ki. A bajai hivatásos tűzoltó parancsnokság még május elejéig várja az érdeklődőket. Elmarad a könyvtárprogram 2024. április 27-én tudatta szerkesztőségünkkel a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint az Ady Endre Városi Könyvtár. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, 15 éve minden esztendőben kitelepülnek az adóhivatal munkatársai, hogy segítsenek a lakosságnak az adóbevallásuk ellenőrzésében. A korábbi felhívás szerint április 26-án péntekre és 27-én szombatra hirdettek ügyintézési lehetőséget, azonban az utóbbi alkalom előzetesen nem ismert okokból az informatikai rendszer karbantartása miatt elmarad. Az adózók a május végi határidőig a bajai kirendeltségen tudnak segítséget kérni a hivatal munkatársaitól a bevallás kitöltéséhez. Idén csaknem 500 tanuló jelentkezett a Szakma Kiváló Tanulója című versenyre, amelynek döntőjét évről évre Baján rendezik meg. Az országos megmérettetésen 7 szakma képviseltette magát a bajai egymiben. A versenyt a Bajai Tankerületi Központ támogatásával és a Belügyminisztérium finanszírozásával rendezték meg.
Nagy érdeklődésre tartott számot országszerte a Szakma Kiváló Tanulója című verseny, amelynek döntőjét már évek óta Baján tartják. Ebben az évben közel 500 tanuló pályázott arra, hogy részt vegyen a fináléban, a Halászlé fővárosában, ahol ezúttal 7 szakmában képviselhették városukat és intézményeiket, a döntősök. Stábunk útja először az asztalos műhelybe vezetett, ahol szorgalmasan dolgoztak a diákok. Szabó Árpád, a versenybizottság elnöke híradónknak úgy nyilatkozott, az írásbelin ezúttal is hasonló jellegű kérdések voltak, mint az elmúlt években. A döntőben azonban mindig új feladatot kell teljesíteni. Gyakorlati része, ami itt a döntőben van, itt csak gyakorlat van, egy 3 órás gyakorlat, ami a képzési és kimeneti követelménybe szerepel, annak megfelelően agglomerált termékből egy korpusz szerkezetű éjjeli szekrény összeállítása, tetszőleges idegen csapos kötéssel, illetve tömörfából egy fiók szerkezet beszerelése ebbe a termékbe. Ez idén egy önbehúzós aránynak korszerű vasalattal történik, amivel most próbálnak küzdeni a gyerekek. A speciális szakiskolákat az 1985-ös oktatási törvény hozta létre, és 3-4 év után jutottak el a szakiskolák arra a szintre, hogy versenyt rendezzenek. Abban az időben a kisegítő iskolák csak 6 osztályos bizonyítványt adtak, ezt követően pedig 8 osztályos általános iskolás bizonyítványt kaptak a gyerekek, és már szakmunkás képzőben is tovább tanulhattak, mondta Müller István, a Bajai Egymi főigazgatója, aki hozzátette, a szakiskolák létjogosultságát a gyógypedagógus hiány fokozta, ezért gyógypedagógiával kiegészült szakképzésben részesülnek ezek a tanulók. Ez azt is jelenti, hogy több képzési időt kapnak, amit a megkésett fejlődés is indokol. Vannak részszakképesítések, amelyeket 2 évig tanulnak nálunk a tanulók, illetve vannak teljes szakképesítések, amelyeket 4 évig tanulnak ezek a gyerekek. És most a verseny is, hát rész és teljes szakképzésbe mérek össze a tanulók a tudásukat. Több mint 30 intézményből jöttek a gyerekek. Versenyre jelentkeztek az 500, közel 500 tanuló, az több mint 40 intézmény, közel 50 intézményből pályáztak erre a lehetőségre. Müller István hozzátette, pillanatnyilag a rendszerben több mint 5000 diák tanul szakiskolában. A döntőben legjobban szereplő diákok mentesülnek az évvégi vizsga alól. A Bajai Egymiből kerti munkás és háztartástan kategóriában Bódi Zsolt és Molnár Mária Magdolna első helyen végzett. Az intézményből további 4 diák is eredményesen szerepelt a versenyen. Ahogyan korábban már említettük, olcsóbban kínálhatják eladásra a benzint az üzemanyagkereskedők a jövőben. A kormány arra kérte a benzinkút üzemeltetőket, hogy a hazai értékek érjék el a régiós árakat. Erre 2 hetet adtak nekik. Ha erre nem kerül sor, kormányzati beavatkozás következhet, idézi a Világgazdaság Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, aki szerdán a kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatót. Nagy Márton emlékeztetett, a kormány és a Magyar Ásványolaj Szövetség között volt egy megállapodás, amely tartalmazta azt a kitételt, hogy a régiós árakhoz igazodjanak a hazai üzemanyagárak. Jelenleg azonban drágábban tankolhatunk ennél, ezért szükséges a további csökkentés. A holtankoljak.hu felmérése szerint Baján és környékén jelenleg 626 és 644 forint között alakul 1 liter 95-ös benzinára, míg a dízelért literenként 621 és 633 forint közötti összeget kell fizetni a térségben a portál adatai szerint. Péntektől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökken, előbbi bruttó 3 forinttal, míg a gázolajért a kutak bruttó 6 forinttal fognak kevesebbet kérni. Ha minden változatlan marad a szabályozást illetően, akkor a töltőállomások üzemanyag árainak átlagából számolt kalkuláció szerint a 95-ös benzin literéért 647 forintot, a gázolajért pedig 633 forintot fizethetnek az autósok. A halászati miniskanzennél vendégeskedtek a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szövetségben a Vállalkozókkal című rendezvény sorozatának résztvevői április 25-én csütörtökön. A vendéglátás turizmus klub eseményén a látogatók megismerhették a Bajai Hajómalom Egyesület történetét, valamint megtekinthették a skanzen kiállításait, illetve a hajómalmot működés közben.
Nézőinknek már több soron beszámoltunk arról, milyen előadásokkal nyújt segítséget a fejlődésre a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozók számára. A szervezet ezúttal a Vendéglátás és Turizmus Klub című programján a halászati miniskanzennél várta a szakembereket. Györökné Mészáros Eszter, bajai képviseletvezető híradónknak úgy nyilatkozott, folyamatosan keresik és bővítik azokat a lehetőségeket, amelyeknek köszönhetően a vállalkozók tovább növelhetik hatékonyságukat. Elmondta, Baja kimondottan jó példa erre, hiszen a Duna, a Súgovica, a Halászlé és a Gemenc számos lehetőséget hordoz. Én úgy gondolom, hogy akik itt ebben a témakörben tevékenykednek, legyenek ezek akár vendéglátósok, legyenek akár ezek éttermesek, legyenek olyanok, akik idegenvezetők, vagy turisztikai látványosságot bemutatók, vagy bármi egyéb, amire tudunk valamit büszkének lenni, azt ők megpróbálják ebből kiaknázni, és hogy egy picit hozzá tudjuk őket ezzel segíteni, akkor már nyert ügyünk van. A résztvevőket Szőcs Mónika, a Bajai Hajómalom Egyesület regnáló elnöke köszöntötte. Elmondta, az uniós pályázatnak köszönhetően több olyan külföldi és gasztronómiai szakembert köszönhetnek a résztvevők között, akik nem ismerik a skanzent, a hajómalmot, valamint ezek történetét és gasztronómiai vonatkozását. Ezt szerették volna bemutatni. Szőcs Mónika stábunknak úgy nyilatkozott, a mindennapokban is azon dolgozik, hogy minél többen megismerjék és megkedveljék a várost. Nagyon sok felé elvittük az elmúlt időszakban a Bajaváros és a Halászati Skanzen, illetve Egyesületünk hírét. Számtalan rendezvényen megjelentünk kollégákkal, megyei, országos, sőt nemzetközi rendezvényeken is. Ide minden alkalommal bemutatom azért Baját, turisztikai jelentőségét, miért érdemes ide jönni, mit láthatnak itt, illetve az ide látogatók viszik a jó hírünket. És ez nagyon jó dolog, hiszen nem fizetett hirdetésről beszélünk, hanem a hagyományos szájról szájra terjedő. Itt jól éreztük magunkat, ide gyertek el, mert ide érdemes. Ez a cél, hogy ezt megtanítsuk és tovább vigyük az emberek között. A vendégek ezt követően egy kötetlen beszélgetés keretében beszélhették meg tapasztalataikat és mélyíthették tovább a kapcsolatokat. Kiderült, ki építheti meg az új Dunahidat Mohácsnál. Minden idők egyik legnagyobb összegű beruházásáról van szó, írja a Világgazdaság. A 21. magyarországi Dunai átkelő és a hozzá kapcsolódó úthálózat megépítésére a pályázatot az Építési és Közlekedési Minisztérium írta ki. A nyílt uniós eljárás 2023. szeptember elején indult. Kedden Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője, a Mohács 500 program miniszteri biztosa jelezte, hogy a közbeszerzés lezárult. Hárman is ajánlatot tettek az új Mohácsi Dunahíd megépítésére. A legolcsóbb ajánlat nyert a Duna aszfalté. A tiszakécskei építőipari vállalat mintegy 295 milliárd forintért vállalja a kivitelezést. A beruházás részeként elsőként közel 29 kilométernyi út fog elkészülni. Ennek része egy körforgalmú csomópont, három közúti híd, valamint kerékpárút levezetése az új Dunahídról. Majd megkezdődhet a Duna folyamot keresztező 756 méter hosszú új híd építése. Ennek három eleme lesz, két ártéri híd és egy mederhíd. A teljes szerkezeti magasság 2,75 század méter. Az utolsó fázisban az ártéri hídhoz csatlakozva 8,5 kilométer hosszú országos közút épül az M6-os autópályáig. Az új híd nem csak a helyiek mindennapjait tenné könnyebbé, hanem az országos úthálózatban is kiemelt jelentőséggel bírna, mivel kapcsolatot teremt az 51-es számú főút és az M6-os autópálya között. A távlati célok között is fontos szerepet játszik, hiszen a déli országos közúti gyorsforgalmi gyűrű bekapcsolódó elemeként is funkcionálhat. A korábbi tervek szerint a szerződés kötéstől számítva 50 hónap áll rendelkezésre a híd megépítésére, ami az idei májustól számítva 2028 nyár végét jelenteni. Szombaton délelőtt rendezik meg a Rotary tavaszi jótékonysági sportrendezvényét. Ezzel egy időben a bajai jégcsarnokba is várják a szurkolókat az idei évad utolsó tornájára. Hétvégi előzetesünk következik.
Április 27-én szombaton 10 órától ismét a Petőfi-sziget ad otthont a 6. Rotary tavaszi jótékonysági futásnak és sétának. Az esemény egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen míg az első versenyen 2017-ben még 72 nevező volt, ma reggelre már meghaladta az 550 főt az előregisztráció. A szervezők a megszokott távokon 1, 2, illetve 3 sziget körön várják a futókat, gyaloglókat. A rotarisok az idei évben újításokkal is készülnek a rajthozállóknak. Hát a legnagyobb újdonság az, hogy külön motivációt hirdettünk az iskolák részére. Amelyik iskolából az évi 3 rotari futásra legalább 200 résztvevőt mozgósítanak, beleszámítanak a szülők, pedagógusok, diákok egyaránt. Ezen iskolából a legjobban mozgósító osztály egy év múlva ilyen, tehát külön 100 000 forint értékben kap támogatást az ő osztály kirándulásához. És úgy tűnik, hogy ez nagyon megmozgatta több pedagógus és osztály fantáziáját, mert azért is jelentkeztek most már ilyen sokan, én úgy gondolom. Sipos János hozzátette, hogy a turisztikai központ előtti versenyhelyszínen reggel 9 óráig lehet még nevezni. Szombaton az idei szezonban utoljára rendeznek jégkorongtornát a bajai jégcsarnokban. A B-Hoki Kupa keretében a mérkőzések 9:30-kor kezdődnek, és egészen délután 3 óráig tartanak majd. A bajai harcsák U8-as és U10-es jégkorongozói várják a szurkolni vágyó bajaiakat. Főbb híreink következnek most egy-egy mondatban. Nyitott szertárkapuk. A bajai tűzoltók munkájával ismerkedtek meg az érdeklődők. A szakma kiváló tanulója. Idén is remekeltek a szakiskolák tanulói. Jó időben futva jótékonykodnak. Hétvégi előzetes. Kedves nézőink, a hét utolsó híradójának végére értünk itt a Bajai Televízióban. Hamarosan megtudhatják, milyen időre számíthatunk a hétvégén, és a Duna vízállásának adatait is elolvashatják a képernyőn. A műsort készítő kollégák nevében is köszönöm egészeti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Szombaton napos, gomoly felhős idő várható, néhol előfordulhat kisebb záporeső, a Nyugat-Dunántúlon és az északi középhegységben néhány zivatar is lehet. A déli szél napközben az ország nyugati felén megélénkül, a Dunántúl észak-nyugati részén meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északkeleti helyeken és a Dunatisza közén hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 19 és 23 fok között valószínű. Vasárnap napos időre számíthatunk, helyenként gomoly, illetve fátyol felhőkkel. Csapadék nem várható. A déli-délkeleti szél sok helyütt megélénkül, az északnyugat-Dunántúlon megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 3 és 11, vasárnap délután 23 és 27 fok között valószínű.